A magyar kriminalisztika egyik legbrutálisabb bűncselekménye történt április elején Kulcson. Egy 24 éves fiatalember 4 családtagját ölte meg. Az ügy részleteiről a most következő bejátszásban hallhatnak. Április 6-án délelőtt érkezett a hír, késelés történt Kulcson. Az akkori híradások arról szóltak, feltehetően családi tragédia történt. Több mentőautó és egy mentőhelikopter is várakozott a mészárlás helyszínén. Kulcsra érkezve azonban tudható volt, többről van szó egyszerű késelésnél. Több mint 40 terrorelhárító és több száz rendőr állította fel a bázisát a község polgármesteri hivatalában. Túszejtésről és hajtóvadászatról is beszéltek a helyiek. Mint később kiderült, egy férfi brutális kegyetlenséggel, egy bozott vágókéssel mészárolta le a családjának 4 tagját a délelőtti órákban. Nagyszüleit, apját és bátyját megölte, anyját, nővérét és annak barátját pedig életveszélyesen megsebesítette. Péntek délelőtt a férfire körözést adtak ki. Remény van arra, hogy miután nagyon hamar reagált a rendőrség, hogy nagyobb távolságot vagy a helyszínről messzebbre nem tudott menni az elkövető, de miután itt óriási erők vannak jelen, a készeléti rendőrségnek még vannak tartalékai, tehát ki kell terjeszteni majd a helyszínt is, lehet, hogy még órákba telik az elfogása, de én úgy gondolom, hogy ez a gyűrű most elég szoros. Nem sokkal délután a kommandósoknak sikerült elfogni Hácsanádot. Egy kulcs melletti mocsárban találtak rá a terror elhárítók. Egy bokor alatt feküdt, kezében a bozótvágókéssel. Ellenállást nem tanúsított. Fél órán belül körülbelül az egyik kutyánk bejelzett, ment egy kört, és az egyik műveleti elfogó egységünk, aki abba az irány ment, megtalálta a férfit, egy bozót alatt feküdt. Ellenállást nem tanúsított, menekülni nem próbált. Hácsanádot elfogását követően kórházba szállították, mert ő maga is sérüléseket szenvedett. Kihallgatását követően beismerte tettét. A férfi vallomása alapján kiderült, a családtagokat külön időpontokban és a házon belül különböző helyiségekben ölte meg. Az első támadást 34 éves bátyja ellen intézte, még 2 nappal a gyilkosságok napfényre kerülése előtt. A hét végén szállították Hácsanádot a Fejér megyei bíróságra, ahol ismételten beismertetettét. A megyei törvényszék elrendelte a 4 családtagja meggyilkolásával gyanúsított kulcsi férfi 30 napos előzetes letartóztatását. A kényszerintézkedésre azért volt szükség, mert fennállt a bűnismétlés és a szökés veszélye. A férfi ügyvédjének úgy nyilatkozott, nem bánta megtettét. Azt sajnálta csak, hogy tervét nem sikerült véghez vinnie, hogy lemészárolja egész családját. Ő azt gondolta, hogy miután ezt a vágyát kielégítette, hogy megszabadult a számára halálos ellenségekké vált emberektől, ezután folytatja az életét nélkülük. Ügyvéd úr, ön szerint normális az az ember? Hát a szó hétköznap értelmébe véve természetesen nem. Az előzetes letartóztatást követően a rendőrök a helyszínen rekonstruálták a gyilkosság részleteit Hácsanáddal. A férfi megmutatta, hogyan ölt. Már szerdán meghalt a gyilkosság sorozat első áldozata, Hácsanád bátyja. A testvérpár egy nemrég vásárolt nyílpuskát akart kipróbálni a házuk mögötti romos épületben, amikor az öcs egy késsel hátulról megszúrta bátyját. A gyilkosság sorozatot csütörtökön nagyszülei megölésével folytatta az elkövető. Nagyapját a könyvtárszobában egy rúgós késsel, nagyanyját pedig a hálószobájában egy disznóölő késsel végezte ki. Az első gyilkosság után 2 nappal pedig rátámadt a leány testvérére is, akinek kihabálására felfigyeltek a szülők is. Apa és fia között dulakodás alakult ki. Előkerült a bozótvágókés is, amely végül megölte az édesapát és az édesanyját pedig súlyosan megsebesítette. Az életben maradt családtagokat több mint egy héten keresztül ápolták a kórházban. Elhunyt rokonaik temetésén így ők nem vettek részt. Mindeközben tovább bonyolódott a kulcsi tragédia ügye, ismeretlen elkövetők betörtek a kulcsi házba. A ház melletti árokból pedig több emberi csont is előkerült. Hogy honnan származik a több tucat csontváz, még vizsgálják. Az előzetes vélemény alapján korábban temető lehetett a tragédia színhelyén.
bérgyilkosság sorozat elkövetése előtt a házban élő Mészáros jelenleg előzetes letartóztatását tölti, tárgyalására várva. A férfi, aki úgy nyilatkozott, azért tölt, mert gyilkos ösztön ébred benne, és mert családtagjai halálos ellenségeivé váltak, életfogytig tartó büntetésre számíthat.